Támogatás. Már 17 millió eurónyi támogatás érkezett a gazdáknak a magyar kormánytól. További programok indulnak. Akadályok. A bürokrácia és az információhiány nehezíti leginkább a vállalkozók életét. Köszöntöm Önöket a híradóban! Első alkalommal szervezték meg az Agrománia elnevezésű mezőgazdasági kiállítást és vásárt. A rendezvényen a szervezők a Magyar Állam által finanszírozott erdélyi gazdaságfejlesztési program új fejezetét jelentették be. Közel 50 kistermelő, 25 nagyvállalkozó és több ezer mezőgazdász, illetve érdeklődő vett részt Sáromberke és Maros-Sárpatak határában a mezőgazdasági kiállításon és vásáron. Kozma Mónika, a Proekonomika Alapítvány elnöke köszöntötte a résztvevőket a megnyitón, amelyen korszerű mezőgazdasági gépeket sorakoztattak fel, de szakmai előadásokat is tartottak az érdeklődőknek. Nagyon vártuk ezt a pillanatot, hogy itt köszönthessük Önöket, és hogy a gazdákat az új technológiákkal, a cégekkel, a különböző intézményekkel összetudjuk egy helyre szervezni. A rendezvényen részt vett Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke is. Elmondta, az Agrománia jó példája annak, hogy Erdélyben a mezőgazdaságnak jövője van. Ugyanakkor Magyar Levente, a magyar kormány külgazdasági és külügyminisztériumának parlamenti államtitkára a magyar kormány mezőgazdaság támogatási programjáról beszélt. Hangsúlyozta, a Maros mezőségi program keretében aláírták az ezredik finanszírozási szerződést is. Eddig ugyanis mintegy 17 millió eurót szántak erre a programra. Ráadásul hamarosan rajtol a székelyföldi gazdaságfejlesztési program is. Minden székelyföldi család, aki mezőgazdaságból él hivatalosan, az pályázhat egy komoly összegre, ez 15 ezer eurót jelent, arra, hogy ebből fejleszte a gazdaságát, eszközök révén, gépek beszerzése által ültetvényeket lehet telepíteni, állatokat lehet vásárolni. Tehát egy széles spektrumon mozog a lehetőségeknek a tárháza. Miután az a meggyőződésünk, hogy ahogy a mezőségben, úgy Székelyföldön is a mezőgazdaság kihasználatlan lehetőségeket rejt. Az első Agrománia egyébként nagy sikernek örvendett. A szervezők szerint a közel 120 kiállító, illetve 8000 látogató azt igazolja, hogy szükség van a térségben egy ilyen jellegű kiállításra. Választási hírekkel folytatjuk. ...2019 első felében Románia töltötte be az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztét. Ezen időszak sikereiről és hiányosságairól tartottak nyilvános beszélgetést Érmihály falván a 27. nyílóakác napok keretén belül. Az esemény meghívottja Vince Lóránt, az RMDS EP képviselőjelöltje volt. Vince Lóránt, az RMDS EP képviselőjelöltje, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának elnöke volt a meghívottja annak a nyilvános beszélgetésnek, melyet Érmihály falván tartottak az elmúlt hétvégén. Találkozó fő témája többek között Romániának az Európai Unió tanácsában betöltött elnöki időszaka volt, melynek gyakorlati hasznáról, sikereiről és hiányosságairól is hallhattak az egybegyűltek. Nem sikerült maradéktalanul azt a lehetőséget sem kihasználni, hogy témákat dobjon be Románia. A Schengen csatlakozásért kellett volna foggal körömmel harcolni ez alatt a fél év alatt, úgy tűnik, hogy ez nem következett be. De amúgy Románia egy technikai értelemben jó munkát végzett, hiszen azokat a feladatokat, amelyek ráhárultak, azokat elvégezte ebben az időszakban. A találkozó végén az EP képviselőjelölt a május 26-ai választásokon való részvételre bíztatta a jelenteket, hiszen a tét az, hogy milyen többségi vezetése lesz az EU-nak a következő időszakban, ugyanakkor létfontosságú az is, hogy olyan vezetés alakuljon ki, mely komoly felelősséget vállal az őshonos kisebbségekért. Vállalkozói fórumot szervezett a Székely Honlap csoport a Maros megyei Marosugrán. A rendezvényen helyi és magyarországi politikai szereplők is részt vettek. Jó hangulatban zajlott az első Székely Hon vállalkozói fórum Marosugrán. A lapcsoport nevében Demeter Szilárd köszöntötte az egybegyülteket és reményét fejezte ki, hogy a következőkben a most meghívottként résztvevő vállalkozók átveszik a kezdeményezést. A fórumon ismertette a magyar kormány gazdaságfejlesztési programját Kozma Mónika, a Proekonomika Alapítvány elnöke, de beszédet mondott Kisparciu Péter, a külgazdasági és külügyminisztérium helyettes államtitkára is. Egyrészt ők is gazdagodtak információt.
információkkal, másrészt mi is látjuk azt, hogy nekik milyen igényeik vannak, mik azok a kérdések, amik őket foglalkoztatják. Nagyon fontos az, hogyha támogatásokról beszélünk, akkor ez nem egy oldalú dolog. Tehát a feladatnak egy része az, hogy hozzuk a forrást, a másik része viszont az, hogy partnereink legyenek abban, hogy megvalósuljanak azok a beruházások, amelyeket itt szeretnénk támogatni. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, a román parlamentben el kellett érni, hogy Románia elfogadja a magyar kormány székelyföldi gazdaságfejlesztő programját. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az RMDSZ Bukarestben minden tőletelhetőt megtesz a vállalkozókért. Azt akarjuk mindenféleképpen a jogszabályok módosításával, hogy kiszámítható legyen a vállalkozóknak a gazdasági környezet, a politikai környezet stabil kell, hogy legyen, ugye ez nem mindig rajtunk múlik, de az, hogy kiszámíthatója a gazdasági környezet, az a törvényhozáson nagyon nagy mértékben múlik. Az előrejelzések szerint 2030-ra a Románia népessége 16 millióra, míg a munkavállalók száma 4,5 millióra csökken. Emiatt a szövetségi elnök szerint kulcsfontosságú lesz a jövőben az infrastrukturális beruházás, a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés. A bürokrácia és az információ hiánya a legnagyobb akadály a vállalkozók előtt, véli Winkler Gyula. Az RMDSZ újrázni kívánó EP képviselője ezt Marosugrán az első Székelyhon vállalkozói fórumon mondta. Az Európai Unió előnyeit elsősorban a vállalkozói réteg élvezi, véli Winkler Gyula EP képviselőjelölt, de ők éreznék meg elsőként a magyar képviselet hiányát is, tette hozzá. A vállalkozók az elsők, akik tudják azt, hogy milyen jelentős szerepet játszik az Európai Unió az életünkben, és hogy mi mindent lehet ugyanakkor kockára is tenni, akkor, hogyha a képviselet nem teljes körű, hogyha nincsen olyan magyar képviselő az Európai Parlamentben, aki az erdélyi magyar vállalkozók jellegzetes problémáit vesse fel, illetve a fordított irányban hozza haza azokat az információkat, amelyekre a vállalkozóknak szükségük van. Hangsúlyozta ugyanakkor, az RMDSZ képviselői egymagukban nem tudnak döntéseket hozni, de szövetségeseik által elérhetik céljaikat. Winkler Gyula EP képviselőként az INTA, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság alelnökeként tevékenykedett. Gazdasági jóléttel jár az unió tagság, emiatt pedig az Európai Parlamentben való részvétel rendkívül fontos. Ezt Andrei Gyerea, az ALDE-EP képviselőjelöltje hangsúlyozta egy marosvásárhelyi sajtótájékoztatón. Nem mindegy, hogy ki képviseli Románia érdekeit az Európai Parlamentben. A döntéshozói szerepvállalástól függ ugyanis, hogy mennyi uniós pénzt tud lehívni az elkövetkező ciklusba az ország, véli Andrei Gyerea. Az ALDE-EP képviselőjelöltje szerint, noha a hazai politikai szintéren és a közbeszédben a mezőgazdasági támogatásokra fektetik leginkább a hangsúlyt, talán még ennél is fontosabb a kohéziós alapok lehívása. Ezen múlik ugyanis Románia, illetve a kelet-európai államok infrastrukturális fejlődése. Aktívan hozzá kell járuljunk ahhoz, hogy a kohéziós alapok magas szinten maradjanak, hogy Románia fő gazdasági programjai ne álljanak le. Ugyanakkor az uniós pénzalapok lehívását rugalmasabban kell kezelnünk, hiszen tudjuk, hogy az elmúlt években Románia sántított ilyen tekintetben, főként 2016-ban. Minden területen jó szeretnénk teljesíteni, de minket leginkább a gazdaság érdekel, hogy ezáltal egy pluszot biztosíthassunk országunk számára. Hozzátette, az ALDE ugyanakkor javítani szándékozik Románia megítélésén, az Európai Unióban és a Schengenhez való mielőbbi csatlakozást szorgalmazza. Andrei Gyerea, aki az ALDE alelnöki tisztségét is betölti, a hatodik helyen áll az alakulat EP jelölt listáján. Beiratkozott a Liberálisok és Demokraták szövetségébe Dorin Flória. Marosvásárhely polgármestere Kalin Popescu Törőcsianu pártelnök jelenlétében hivatalosította a kisebbik kormánypárthoz való csatlakozását. Az ALDE-ba való belépési nyilatkozatot írja alá Marosvásárhely polgármestere Dorin Flória. A beiratkozását Kalin Popescu Törőcsianu elfogadja, ez pedig a párt titkára hitelesíti. Dorin Flória azt mondja, azért döntött az ALDE mellett, mert a romániai jobboldalt kívánja erősíteni. Mindig a jobboldal által képviselt értékek híve maradok, és a kollégáim örömére, akik kiálltak mellettem az évek során, vagy én álltam ki mellettük, a jobboldali politika építésében Marosvásárhelyen, nem hagyhatom őket magukra. Meglátjuk, mennyire sikerül majd meggyőznünk a polgárokat, hogy még vannak személyek és pártok, amelyek arra törekszenek, hogy az ország a normalitás felé haladjon. Az ALDE elnöke szerint Dorin Flória csatlakozása az alakulathoz fontos lépés.
Ezt hamarosan kamatoztatja is a kisebbi kormánypárt végrehajtó bizottsága. A végrehajtó bizottság, amelynek hatáskörébe tartozik a szervezeti struktúrák vezetésének a kijelölése, Bukarestben fog ülésezni, de már most bejelenthetem, hogy Dorin Florea az ALDE Maros megyei szervezetének lesz az elnöke. Dorin Florea 1996 és 2000 között Maros megye prefektusa volt. 2000-ben a kereszténydemokrata nemzeti párt színeiben nyerte el a marosvásárhelyi polgármesteri tisztséget. Később a volt demokrata párt, majd a demokrata liberális párt megyei elnöki tisztségét töltötte be, amíg a szervezetet bekebelezte a nemzeti liberális párt. A legutóbbi polgármesterválasztást független jelöltként nyerte meg. A fiataloknak is élniük kell a szavazati jogukkal, és bele kell szólniuk az őket is érintő döntésekbe. Erről beszélt Oltyán Csongor, az RMDS EP képviselőjelöltje, aki először választó fiatalokkal találkozott ma Nyárádszeredán. Oltyán Csongor az elmúlt 2,5 hónapban végigjárta az országot, elmondása szerint különösen figyelt arra, hogy fiatalokkal is találkozzon. Szerinte ugyanis a fiatalok nem érzik a tétjét annak, hogy ők is szavazhatnak, viszont ezek az alkalmak is hozzájárulnak ahhoz, hogy táguljon a fiatalok látóköre és megtanuljanak olyan kritikákat megfogalmazni, amelyekkel hosszú távon a közösséget építeni tudják. Ők tudnak most változtatni, ők irányt tudnak változtatni, akár Európában, akár itthon, hogy elmondják a véleményüket, hiszen meg kell érteniük azt, hogy az Európa róluk szól. Az, hogy az Európa minden irányba fog változni, az ők jövőket fogja befolyásolni elsősorban, hiszen nem mindegy az, hogy ki fognak majd az Európai Parlamentbe ülni. Sokan használják szlogenként azt, hogy a fiatalokért dolgoznak, ellenben nem sokan tesznek érte, tette hozzá. A politikus ma a nyáradszeredai 18 éves első szavazókkal találkozott, akiktől azt kérdezte, hogy ők mit is várnak az EU-tól, a politikumtól, az RMDS-től, vagy akár tőle személyesen. Én úgy érzem, hogy nekünk most a legfontosabb az, hogy az iskola elvégzése után valami olyan biztos munkahelyeket tudjunk kapni, amikkel életet fogunk tudni, egy életet biztosítani saját magunknak. Mindenképp az egészségügyet fejleszteném, és az lenne a legfontosabb, hogy amit megígérnek, az be legyen tartva. Tehát egyaránt az utak fejlesztése, egyaránt a közlekedés. Itthon szeretnék maradni, és szeretnék menni egyetemre persze, hogyha minden úgy alakul, ahogy terveztem. Az itt egybegyűlt első választók egyöntetően úgy vélik, itthon szeretnének maradni, és azt szeretnék, hogy ne kényszerüljenek elhagyni szülőföldjüket azért, hogy megkapják azokat a körülményeket, amelyeket határon túl élvezhetnének. A mostani első választók 6-7 évesek lehettek, amikor Románia belépett az Unióba. Számukra az Unió azt jelenti, hogy szabadon utazhatnak, tanulhatnak, dolgozhatnak. Ez akkor tud így maradni, hogyha élnek szavazati jogukkal, ezért arra inti őket az RMDS EP képviselőjelöltje, hogy szóljanak bele az őket érintő kérdésekbe, döntésekbe, hiszen a jövő róluk szól. A telefonnál Bugya Anna, a Szilágy megyei ifjúsági egyeztető tanács elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és köszöntöm a televízió hallgatókat, nézőket! Általános vélekedés, hogy a fiatalokat nem érdekli a politika, és hogy az idősebb korosztály nagyobb arányban megy el szavazni. Mi erről az ön véleménye, mint ifjúsági vezető? Igaz ez a megállapítás, illetve lehet-e javítani a fiatalok politikai érdeklődésén? Valóban igaz ez az állítás, a fiatalokhoz nagy mennyiségű információ jut el, különösen a szociális hálókon keresztül. Olyan hírek, amelyek valós és nagyon gyakran valótlan alapokon bírálják a politikusokat, bírálják azokat a döntéseket, amelyeket hoznak. Ezek az információk mögül gyakran hiányoznak a döntéseket befolyásoló tényezők. Emiatt a fiatalok rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek. Nem tudják eldönteni, hogy kiben és miben bízhatnak. Így abban a tanástalan helyzetbe kerülnek, hogy úgy érzik, inkább nem adják le voksukat senki mellett, mert nem akarnak rosszul dönteni. Itt van nekünk ifjúsági szervezeteknek nagyon fontos szerepük, hogy kellően informálódjunk mi, és ezekről beszéljünk minden fórumon. Azok felé, akik velünk egykorúak. Legyen ez a zárszó. Köszönjük, hogy válaszolt kérdésemre. Köszönöm én is. További szép estét. Bővült az Ottományi Kiállítóház, nézzük, mi következik. Határtalanul. Határokon átnyúló együttműködési programok keretében újították fel az Ottományi Kúriát. Kuruttyolók. Erdély 7 városából 10 csapat gyűlt össze, hogy általános műveltségi vetélkedőn vegyenek részt.
A jövőben is folytatja a kormány a helyi fejlesztések országos programját. Ez Daniel Szúcsú kormányfőhelyettes fejlesztési miniszter hangsúlyozta Marosvásárhelyen. Meglátása szerint rossz indulatú felvetés az, hogy a program nem hozta meg a várt eredményeket, és emiatt egyesek a Pénédélé lezárását kérik. A kormányfőhelyettes, aki egyben a fejlesztési tárca vezetője is, a Maros megyei önkormányzatok polgármestereivel találkozott ma Marosvásárhelyen. A tárgyalások fő témáját a Pénédélé, azaz a helyi fejlesztések országos programja képezte. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a program révén jelentős fejlesztéseket tudtak kivitelezni az önkormányzatok. A találkozót követő sajtótájékoztatón Daniel Szúcsú hangsúlyozta, meggyőződött abban, hogy az önkormányzatok vezetői számára fontos a program, amely, mint fogalmazott, forradalmi kezdeményezésnek és nagy sikernek bizonyult. A polgármesterek szerint nem, hogy le kellene állítani, hanem ellenkezőleg folytatni kell a helyi fejlesztések országos programját. Csak emlékeztetőül, a program keretében országos szinten minden önkormányzat szintjén összesen 12.681 munkatelep nyílt meg, azaz fejlesztésekről beszélünk itt. Maros megyében 275 fejlesztési terv van, amelyek összértéke hozzávetőlegesen 1 milliárd lej. Hozzátette, Maros megye szintjén a kormány 65 víz és csatornahálózat kiépítését, 58 oktatási intézmény, 96 útszakasz, 15 egészségügyi egység, 2 kulturális intézmény, 19 híd, 4 sportbázis és 3 közintézmény korszerűsítését, valamint 13 modern közvilágítási rendszer megvalósítását finanszírozza a program keretében. Egy határokon átnyúló együttműködési program keretében kezdődött el a komáromi Csipkés család ottományi kúriájának a felújítása 2012-ben. Az azóta eltelt időszakban több mint 1 millió euró felhasználásával sikerült az épületek nagy részét felújítani és átadni a közönség számára. Az ottományi kúriát komáromi Csipkés György, Debrecen főbírája, Bihar vármegye Alispánja építette a 16. században. A több száz éves épület együttes felújítási munkálata a Gyulai Körösvidéki Vízügyi Igazgatósággal közösen beadott sikeres pályázattal kezdődött el 2012-ben, mely során az első fázisban a főépületet mentették meg a pusztulástól. Az elmúlt hétvégén egy újabb részt sikerült befejezni és átadni a nagy közönség számára. Ebben a 140 éves múltra visszatekintő szalacsi önkéntes tűzoltóegyletnek állítottak emléket. 4 épületünk van most már igazából, amit így külön be tudunk mutatni a vendégeinknek. Talán az egyik legegzotikusabb pont a mögöttünk levő vizes pince. Ehhez tartozik aztán a kis épület, ahol egy ilyen konferenciatermet igyekszünk kiadni kisebb-nagyobb családi rendezvényekre, illetve van maga a főépület, ahol az állandó kiállításaink vannak. Az elmúlt 7 évben a határokon átnyúló együttműködési program keretében több mint 1 millió eurót felhasználva sikerült teljesen felújítania az épület együttes több részét is. Azonban még mindig sok feladat vár a település vezetőire, hogy a kúria és a körülötte lévő park újra a régi fényében tündökölhessen. Hortobágy településsel közösen nyertünk meg több mint 1 millió eurót a szalacsi négyukú híd felújítására, ugyanakkor itt az ottományi komáromi kúriában fogunk majd egy fajta faiskolát, egy látogató központot kialakítani az ide látogató turisták számára, mivel van itt egy 5 hektáros dendrológiai parkunk, amely így is nagyon sok ide látogatót vonzott már, és bízunk benne, hogy sokkal attraktívabbá tudjuk tenni. A jelenleg ottományi kiállítóház néven működő kúria 2-től vasárnapig, 9-től 5 óráig várja a látogatókat. A hétvégén átadott tűzoltósági múzeum mellett a főépület termeiben bronzkori leleteket, korhű urasági hálószobát és nappalit, valamint az érmeléki mesterségeket és használati tárgyakat tekinthetik meg az érdeklődők. Az aradi Csiki Gergely főgimnázium volt a gazdája a 21. Korutty általános műveltségi vetélkedő országos döntőjének. Az ország 7 különböző pontjáról összesen 10 csapat elemista diákjai mérték össze tudásukat változatos témakörökben. Angol nyelvű jelenetet mutat be az aradi Csiki Gergely főgimnázium párducok csapata. Ők nyerték tavaly a Kurutty általános műveltségi vetélkedő országos szakaszát, így idén az aradi iskola látta vendégül a népszerű versenyt. Az angol nyelvű szerepjáték egyébként az elemisták egyik kedvence, ilyenkor ugyanis különböző történeteket visznek színre. A harácsok ellopták az ebiharakat, és mikor megtalálták az ebiharakat, picurával tűnve, akkor megkeresték.
Idén Berg Judit meséi szolgáltatták a vetélkedő témáját. Egy csapatot 4 elemista diák alkot, minden osztályból egy-egy. A csapat munkán van a hangsúly, de emellett a kisiskolások egyéni tulajdonságaikat kamatoztatják a közös eredmény érdekében. Van itt anyanyelv, matematika, rajz, zene, tehát minden gyerek a csapatból azt tudja nyújtani, amivel erősebb. A sokoldalú verseny évről évre komoly kihívás elé állítja a pedagógusokat is. Összefognak minden iskolában általában a tanítók, esetleg még biológia tanár segítségét is kérik, meg az angol nyelvtanár segítségét is feltétlenül, és összeszedjük az információkat, és aztán a gyerekekkel ezt mind bújjuk heteken át. Emellett szükség van otthoni felkészülésre is, amit szívesen vállalnak a szülők. Rengeteget kellett olvasni, az angolt ugye meg kellett tanítani, hogy rendesen kiejtsék a szavakat, érthetően beszéljenek, a jelmezit is mi kellett elkészítsük, sok plusz munkából. Megéri? Meg, abszolút megéri. Hiszen a gyermekek általános műveltségre tesznek szert. Amiket most megtanulnak, azt nagyon sokáig hasznosítani tudják majd. Ezek olyan dolgok, amiket általános iskolában nem nagyon fognak egy-egy osztályban amúgy megtanulni. A körzeti és megyei fordulók után az országosan is bebizonyosodott, hogy a diákok örömmel kuruttyolnak együtt. Nagyon sokat készültünk a csapattársaimmal és sok tanítónénivel is, és nagyon izgultunk is, hogy mire lesz elég ez. A szatmárnémeti madárkák csapat eredménye a harmadik helyre lett elegendő, második lett az aradi Hősliga csapat, a szatmárnémeti lengeőrök csapata pedig megnyerte az interaktív vetélkedőt, így jövőre ők lesznek a házigazdái a kurutynak. Sporthírek következnek. Nem dőlt el a női kosárlabda bajnokság döntője a negyedik mérkőzés után sem. Szatmárnémetiben a helyi Csészémé 59-56-ra nyerte a sepsiszentgyörgyi sepsiszik ellen, ezzel kiegyenlítette a 3 győzelemig tartó sorozatban. A bajnoki címről az 5. mérkőzés dönt, amelyet kedden rendeznek a Sepsi arénában. Egy fordulóval a bajnokság befejezése előtt megnyerte a labdarúgó 3. liga 5. csoportját az FK Csíkszereda, és feljutott a 2. ligába. Valentin Szucsú legénysége szombaton délután 2-0-ra nyert a Szatmár megyei Tasnádon, és behozhatatlan előnyre tett szert. Eddig nem látott magasságokba jutott a 115 éve íródó csíkszeredai futball. A hargitai megyeszékhely foszistái az elmúlt években több alkalommal is a feljutás küszöbén álltak, de mindig kudarcba fulladt a pontvadászat. A sikert a 2018-2019-es idény hozta el, amelynek során az FK Csíkszereda kiharcolta a feljutást. Óriási munka volt, és hál' Istennek meglett az eredménye. A városnak történelmi pillanat, előreléptünk, feljutottunk a 2. ligába, nyomuthattunk a csíkszeredai futballba, ugye a román futballba is, aminek szívből örülök. A bajnokság utolsó fordulójában, egy tét nélküli mérkőzésen, az FK Csíkszereda a Dézsi Unirea együttesét fogadja. Minden bizonnyal nagy ünneplés lesz, hiszen ez a siker nem csak a klub életében, hanem a város sporttörténelmében is meghatározó pillanat. A híradót látták, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.